Nyolcadik vizsgafeladat. Nyissa meg a prezentáció 08 nevű prezentációt. Válasszuk tehát a fájl megnyitás, azon belül pedig a tallózás parancsát. Első feladat, állítson be egyszínű bordó hátteret a bemutató mindegyik diájára. Válasszuk ez a tervezés, háttérformázása parancsot, és az egyszínű kitöltésnél válaszunk valamilyen bordó színt, nézzük a további színeket. Legyen mondjuk ez. Második feladat, törölje ki a diák sarkaiban lévő négyzetek közül a belsőket. Ehhez a diaminta nézetbe kell mennünk, tehát kattintsunk a nézet diaminta parancsára. Fontos ugye, hogy a baloldali listában az első legnagyobb diát jelöljük ki, és a belső téglalapokat vagy négyzeteket töröljük. Harmadik feladat, a sarokban lévő négyzetek kitöltő színe legyen citromsárga, szegélyük ne legyen. Tehát jelöljük ki a maradék négyzetet, hogy a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett meg tudjuk ezt tenni, és a formátum menüszallagon mondjuk azt, hogy körvonalra nincs szükségünk, a kitöltő színe pedig legyen citromsárga. Negyedik feladat, állítsa be az első dián lévő szöveg betűinek színét citromsárgára, stílusát félkövérre. Bezárhatjuk a diaminta nézetet, illetve váltsunk normál nézetre, és akkor az első dián lévő szöveget jelöljük ki. A kezdőlapon adjuk meg a betű színét citromsárgára, stílusát pedig félkövérre. Ötödik feladat, szúrja be az első diára a Boeing 737 JPG nevű képet. Ehhez kattintsunk a beszúrás képek parancsára. Keressük meg az LCD elvizsgához tartozó képek mappát, és innen a Boeing képet szúrjuk be. Hatodik feladat, mozgassa a képet a dia jobb alsó sarkába. Hetedik feladat, a második dián Kína feliratot írja át Horvátországra. Kattintsunk tehát a második diára, itt a Kína felirat, jelöljük ki és írjuk át a kívánt Horvátországra. Nyolcadik feladat, igazítsa középre a második dia tetején lévő feliratot. Tehát jelöljük ki a felső szövegdobozt, és a kezdőlapon kérjük a szöveg vagy a bekezdés középre igazítását. Kilencedik feladat, állítsa a második dia tetején lévő felirat betűit 26 pont méretűre és át aláhúzottra. Tehát jelöljük ki a szöveget, a betű mérete legyen 26 pontos, illetve legyen a szöveg aláhúzott. Tizedik feladat, kapcsolja ki a felsorolást a harmadik dia sorairól. Kattintsunk a harmadik diára, jelöljük ki a szöveget, és a kezdőlapon a felsorolásnál válasszuk a nincs lehetőséget. Tizenegyedik feladat, a harmadik dián a szövegdoboz kitöltő színe legyen sárga. Ez jelöljük ki a szövegdobozt, és a formátum menüszallagon kitöltésnél kérjük a sárga színt. 12. feladat. Szúrjon be egy új, üres elrendezésű diát a bemutató végére. Ez válasszuk a kezdőlap új dia, üres lehetőségét, és mivel a harmadik dia volt az aktív, automatikusan ugye alá, azaz utolsó diának elkészült az üres dia. 13. feladat, helyezze át a harmadik dia közepén lévő zöld négyzetet az új dia közepére. Tehát kattintsunk a harmadik diára,
jelöljük ki a négyzetet, mondjuk azt, hogy kivágjuk, kattintsunk a negyedik diára, és illesszük be. 14. feladat, tegye rejtetté az utolsó diát. Tehát jobb egérgomb a negyedik dián, és kérjük a dia elrejtése parancsot. 15. feladat, írja be a nevét az élő lábba úgy, hogy az mindegyik dián megjelenjen. Ehhez válaszuk a beszúrás, élő fej és élő láb parancsát. Jelöljük ki az élő láb lehetőséget, és ide gépeljük a saját nevünket, majd kérjük a mindegyik parancssal, hogy ez mindenhol megjelenjen. 16. feladat. Keressen a súgóban tudnivalókat a dia másolásáról, és másolja a hozzátartozó szöveget a harmadik diához előadói jegyzetként. Amennyiben nem találta meg, írja be jegyzetnek a nem találtam meg szöveget. Ugye a súgót, itt a mondja el, mit szeretne tenni. Ablakrészben nyithatjuk meg. Ide kattintok, lejutok egy S betűt, és megjelenik a súgó. A megjelenő ablakrészben pedig írjuk be a kulcsszavas keresést. Dia másolása. Legyen ez a szöveg. És mondjuk az első részt kimásoljuk Ctrl-C-vel, és a feladat azt kéri, hogy a harmadik diához tartozó előadói jegyzetként, ugye a jegyzet megint csak nem látható, vagy itt rákattintunk a jegyzetek parancsgombra, és automatikusan feltűnik, vagy ugye a bal egérgomb nyomvatartása mellett tudjuk ezt az ablakrészt nagyítani, vagy kicsinyíteni. Ide beillesztettük a szöveget, és ezzel készen is vagyunk. Nézzük a következő feladatot. 17. feladat. Állítson be mindegyik diára vetítéskor 3 másodpercenkénti automatikus továbbítást, és a diák felülről ússzanak be. Látható, hogy már valamilyen áttűnés tartozik a diákhoz. Méghozzá egy redőny fentről lefelé, a feladat pedig egy egyszerű beúszást kér. Méghozzá 3 másodpercenként, tehát a továbbításnál az ennyi idő után már megmarad, vagy 2 másodperc, akkor ezt növeljük 3 másodpercre, és lássuk, egy egyszerű beúszást kér. Mondjuk legyen ez egy tolás típusú animáció, és felülről ússzanak be, tehát az effektus beállításainál akkor adjuk meg a felülről lehetőséget, és ugyanezt állítsuk be mindegyik diára. Tizennyolcadik feladat. Az első dián a szöveg vetítéskor szavanként jelenje meg rácsok viszintesen típusú animációval. Tehát jelöljük ki akkor a szövegdobozt, váltsunk át az animáció menüszallagra. Nyissuk meg a további megjelenési effektusokat, és egy olyat kell keresni, hogy a rács. Hát rácsokat nem találunk, de a redőny az hasonlóképpen néz ki, tehát akkor a redőny típusú animációt adjuk meg, és szavanként kell megjelenni, ehhez nyissuk meg az animáció munkaablakot, majd látható, hogy a szöveg animálása itt már meg is jelenik, a hozzá tartozó legördülő menüben kattintsunk az effektus beállításai parancsra, és itt a szöveg animálásánál kérjük a szavanként lehetőséget.
Jó, látható, hogy azért elég gyorsan váltanak a szavak között, vagy hát alig látszódik, hogy szavanként jönnek föl az effektusok. Ezért az effektus beállításainál szöveganimálás alatt van egy százalékos érték, növeljük ezt egy kicsit meg, mondjuk 30%-ra, és nézzük meg így. Így már azért egy kicsit jobban látható a végeredmény. Ezt az ablakot bezárhatjuk. Lássuk, 19. feladat. Mentse a prezentációt a megadott helyre, a megadott néven. Kattintsunk tehát a File mentés másként parancsára, stallózzuk ki a kívánt mappát. Adjuk meg a kívánt elnevezést, és mentsük el. 20. feladat. Mentse a prezentáció első diáját tetszőleges formátumú képként a megadott helyre, a megadott néven. Jelöljük itt tehát az első diát. Válasszuk a File menü mentés másként parancsát. És a File típus a legörtülő menüben válasszuk mondjuk a JPG lehetőséget, majd kattintsunk a mentés gombra. És adjuk meg, hogy nem minden dia, csak ezt az egyenlő fordulást, tehát ami aktuálisan ki van jelölve, azt mentsük el JPG formátumban. 21. feladat. Nyomtassa ki az eredeti prezentáció első két diáját egy lapra, csak fekete-fehér módban, majd zárja be a prezentációt. Válasszuk tehát a File nyomtatás parancsát. Adjuk meg az 1 kötőjel 2 parancsgombot. Látod, hogy az első két dia lesz kinyomtatva, illetve állítsuk be, hogy csupán két dia egy lapon szerepeljen. Továbbá színes helyett legyen fekete-fehér. A beállítások után válasszuk ki a megfelelő nyomtatót, legyen ez egy PDF printer, tehát file-ba nyomtatunk. Majd válasszuk a nyomtatás parancsot, határozzuk meg a kívánt mappát, ahova majd ez a PDF file elkészül, és nyomtassuk ki file-ba a végeredményt. Ha ezzel megvagyunk, ezt a prezentációt bezárhatjuk. 22. feladat. Nyissa meg a prezentáció 08B nevű prezentációt. Alkalmazza a bemutatóra a megadott sablont. Tehát File, megnyitás, tallózzuk ki a kívánt fájlt. És ugye a sablont a tervezés menüszallag témák legördülő menüjében tudunk alkalmazni, méghozzá a témák keresése parancsgombra kattintva. A letöltött mellékelt fájlokban találjuk a sablonok mappát, és innen akkor valamelyik sablont alkalmazzuk a prezentációnkra. 23. feladat. Az első dián lévő szervezeti diagramba szúrjon be még egy új dobozt a főnök alá. Jelöljük ki akkor a szervezeti diagramot. Dupla kattintással kérhetjük a diagram konvertálását. Valószínűleg azért van, mert régebbi verzióban készült a file, de látható, hogy most ezt kértük, és már meg is jelenik a SmartArt eszközök környezetfüggő menü, ami az előbb nem jelent meg, tehát akkor nem igazán érzékelte, hogy szervezeti diagramról van szó. És akkor adjunk egy alakzatot hozzá. Ezt többféle módon is megtehetjük. Egyrészt vagy megnyitjuk a szervezeti diagramhoz tartozó beviteli eszközöket, és akkor itt egy Entert nyomva automatikusan beszúrhatunk még egy szövegdobozt, vagy ugyanezt megtehetjük az alakzat hozzáadása parancsgombbal. Huszonnegyedik feladat, állítsa be a szervezeti diagramot 80%-osra. Jó, hát itt a feladatban a méretére gondolnak, tehát hogy a mérete 80%-os legyen. Úgyhogy nyomjunk egy jobbegér gombot a szervezeti diagram keretén, és nézzük a méret és pozíció panelt, nyissuk meg.
és látható, hogy itt nem csak centiméterben, hanem százalékban is megtalálható a diagram méreteit, akkor mind a két esetben a 80-80%-ot adjuk meg, majd zárjuk be a panelt. 25. feladat, mentse a prezentációt a megadott helyre, a megadott néven. Válasszuk tehát a File, mentés másként parancsát, tallózzuk ki a kívánt mappát, adjuk meg a megfelelő elnevezést, és mentsük el a fájlt, és ezzel a 8. vizsgafeladatot megoldottuk.